Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma a Valentin napján, a Valentin nap a szerelmesek napja. Igen, és remélem, hogy kaptál rózsát, igen, vagy kaptál valami csokit, vagy bármit, amit a te szerelmed neked küld, vagy felköszöntött lehet. És nézzünk csak bele a kártyákba, hogy mi is az, ami most őtet foglalkoztassa. De valójában 15-én szintén nagyon jók lesznek az energiák, mert 15-én a Vénusz a Neptunnal, nem tudom most magyarul elmondani, de a bolygó állása és a szerelemre van ráhangolódva, és ez azt jelenti, hogy holnap, és szintén nagyon fogod érezni lehet a lélektársadat, szerelmet, és most pedig küld el gondolatban, gondolj a szerelmedre. Mit is gondol, ha veled kapcsolatosan? Hangolódj rá, jó, micsoda kártyák! Ó, nézd, kijöttek tényleg itt, kijött a seprő. A seprő az azt jelenti, hogy betiltja magának, hogy szeressen téged. Gondolatban azt mondja, hogy ezt a szerelmet nem lehet, ezt nem lehet megélni, nem szabad megélni. Lehet, ilyen gondolatok jönnek fel benne, vagy pedig egyik részből nagyon szeret és szeretne közeledbe jönni, a másik részből meg nem teheti meg. Lehet, hogy az egyik vagy a másik még egy másik kapcsolatban van, de lehet, hogy vannak más gátak is a tudatalattiába, szóval ő gondolkodik ő saját magáról, önmagáról. Lehet, hogy azt is gondolja, hogy veled kapcsolatosan teljesen ebbe a férfi érzésbe jön bel. Hó, nézd, milyen kártyák estek ki! Ő is, te estél ki, és még egymásnak is néznek ez a két kép. Hát lehet, hogy nagyon szerelmes lesz beléd holnap, vagy lehet, hogy már ma is, lehet, hogy kapsz egy rózsát, lehet tőle. Na, koncentráljál, nézzünk bele, koncentráljál, mit is érez a szívébe. Hát a szívébe te jöttél neki ki, szóval az azt jelenti, hogy te rád gondolt, egy nagyon vonzó egyéniség vagy neki. Szóval én azt látom, hogy igen, egy nagyon vonzó egyéniség vagy neki, de valami nagy gát van még a szívébe, és úgy érzi, hogy nem tudja eztet átlépni. Valami módon ez nagyon gátolja, és fáj a szívvel lehet. Van valami itten, ami közöttetek van, ami úgy nem tud létrejönni közöttetek. Na most nézzük, hogy fog ez tovább alakulni. Hát itt látom a szívetekbe, vagy az ő szívébe valójában. Az új kezdetet. Lehet, hogy rá van teljesen hangolódva az új kezdetre, és ebbe biztos vagyok. Szóval ebbe biztos vagyok, hogy a szívéből szeretne tényleg újra kezdeni veled, és na nézzük. Hát, hogy fog ez tovább alakulni? Eljön hozzád, vagy meglátogat, vagy nagyon szeretne veled megérkezni, ez is játszhat itt egy szerepet. És most nézzük csak meg még, mit kell, hogy tudjatok. Hát, azt kell tényleg, hogy tudjátok, hogy tényleg ez a ti szívhercegetek erőt vesz magán. Teljesen tele van szeretettel, úgy látom. És ő is persze a lélektársad is, a medve, ez mindig azt mutatja, hogy olyan kitartó, bátor, mer, erőt vesz magán. Nagyon jó kártya, és írni fog neked levelet. Én úgy látom, hogy írni fog neked levelet, és abban biztos vagyok tényleg, hogy beteljesül, minden vágya beteljesül veled kapcsolatban, és az a vágy, hogy te vagy neki a napocskája, kisüt neki a nap. Úgy látom. Na most nézzük még, mi foglalkoztatja őt még valójában. Na, koncentráljatok. Ha veled kapcsolatosan rád gondol, mi foglalkoztatja őt? Hát őt meg szeretné jutalmazni magát, vagy te vagy neki a jutalom, hogy ez a karmikus kapcsolat egy jutalom neki, hogy egy ajándék, mert közöttetek van egy láthatatlan fonál, ami összeköt benneteket, és nem tudtok elválni egymástól. Ezt gondolja a te szerelmed. Hú, mennyi kártya kiesett! Ez ám igen, ó, ezt nem,
Nem bírunk ennyi kártyát kivenni, én egy 9-es kirakást készítek nektek. Szóval koncentráljatok tovább. Szóval kiesettő önmagára gondol, szóval arra gondol, hogy igen, jutalom, meg hogy ő is jutalom neked, te is jutalom vagy ő neki, ezen gondolkodik egész idő alatt. És hogy fog ez tovább alakulni? Na nézzük, hogy fog ez tovább alakulni? Hát itt van a béka király, az azt jelenti, hogy most pár pillanat lehet, hogy csak barátságot lát közöttetek, és te valójában te vagy neki az egyedüli, és úgy látom, hogy hát ez még fejlődni fog közöttetek, biztos vagyok benne. Ő erre gondol, hogy első barátsággal, de utána majd fejlődik ez közöttetek. Na most nézzünk tovább bele, hogy hogy fog ez alakulni. Hát én úgy látom eztet, hogy a rózsák, amit kijöttek, ezek olyan erősek, hogy átélik tényleg a telet, akkor olyan erős a ti szerelmetek is, a szenvedély is, a szépség is, a romantika is, úgy érzi tényleg a szívébe, hogy ugyanilyen erős így itt a szívébe. Na most nézzünk csak bele, még tovább, folytassuk tovább. Hát arról van a szó, hogy a szívébe úgy érzi, hogy egyedül hagytad magára, hagytad, és hogy becsuktad neki az üveget, és szerinted ez szerelem? És az a kérdés, hogy mit szeretnél, erre gondoljál rá, hogy mit is szeretnél, és na nézzünk bele valójába, hogy fog ez tovább alakulni közöttetek. Szóval nagyon szeretném, hogyha minden vágya valóra válna, mert ez a nagy szenvedély alatt úgy látom, hogy a végtelen szerelmet megtanulta, és a te utatok tovább közösen fog vezetni a szívébe. Úgy látom. És hogy fog ez tovább fejlődni? Hát én úgy látom, hogy leteszi az állarcát a te szívherceged, és ez a bojdosás végre jön, vége van neki, és megmutatja, hogy ő kicsoda is te neked. Az ő igazi énjét megmutatja neked, valamint úgy látom, hogy döntés fog hozni, és ahogy kinéz, tudatába lesz annak, hogy kell, hogy valamit tegyen, mert más-másnak leszel a tulajdona, vagy valaki más irány fogsz dönteni, és ezért ezt eldönti. És most még kijött, hogy azt mondja neked, hogy ne várjál, hanem éld az életedet, mert amikor ti összetartoztok, úgyis összejöttök, szóval, hogy megtaláljátok egymást. Az utolsó kártya, melyik is volt az utolsó kártya, itt van, az utolsó kártya, hogy különlegesek vagytok, hát különleges származástok van, különlegesen gondolkodtok, és mégis olyan hasonlítotok egymáshoz, és az összeköt benneteket. Most elhoztam nektek még ezt a Vision Oracle tarót is, és belenézünk. Most ebből is kérünk egy pár kártyát, ezek ilyen nagyon szép képes kártyák, hogy tudjuk még, hogy mi vár itten te rátok most ezzel a Valentin nappal. Koncentráljatok. Hát lehet, hogy ő arra gondol, hogy már te nagyon régóta vársz őre. Hogy ő erre gondol, hogy már szeretné, hogy ez most már tovább menjen, és kijött újra ez a homokóra, és az azt szimbolizálja, hogy már túl rég vársz rá. Túl rég vársz rá, és mit látok még? Hát, mit látok én még? Én azt látom még, hogy valójában, hát szeretné, hogyha te is ilyen megtalálnád a belső békédet ő vele kapcsolatosan, arra gondol, vagy hogy ő te nálad megtalálja az ő békéjét. A szívébe valójában mit érezhet? A szívébe én úgy látom, hogy lehet, hogy manifestál pont épp valamit, hogy megpróbálja, hogy létrehozzon valamit a szívével, úgy elképzeli, hogy ez tovább alakul közöttetek,
és én úgy látom, hogy hát igen, hogy ez fejlődni fog, és te lehet, hogy te vagy neki a megoldás a szívébe, ott a kulcs, hogy megtalálja veled kapcsolatban ezt a gyógyulást, és én úgy látom tényleg, hogy tényleg transformáció történik a szívébe most per pillanat. Most belenézzünk még, hogy fog ez tovább alakulni, hát én úgy látom, hogy ti ikellángok vagytok ketten, és csak egy maszkon keresztül néztek, egy jelharcon keresztül néztek át, és ez tényleg nagyon érdekes, és na nézzünk még csak bele, hát én azt látom valójában, hogy igen, hogy ő érzi azt, hogy itt vagy nála a térbe, hogy igen, hogy közel vagy hozzá, ha bár még jelenleg nem is élitek eztet. És most az utolsó kártya pedig azt ad, hogy hát igen, de ő próbál téged igen felemelni, vagy te teljesen felemelkedtél, mint ahogy látod itt ebben a gömbben, és itt van rajtad a piros ruha, sugárzol nagyon, és hát itt vagy nála, szóval te vagy nála a nagy énje. És én úgy látom itt valójában, hogy nagy ője, úgy mondjuk ki, hogy te nagyon szép vagy, és itt vannak a halak is, itt alul, az pedig mindig azt szimbolizálja, hogy nagyon nagy szeretetet érez irántad. Még egy szívecskét húzok nektek a Valentin napra, koncentráljatok, írjátok be szívesen a kommentba, és lehet, hogy holnap is készítek egy videót, mert holnap is ez a Neptun nagyon különleges lesz. Hát mi ugrott ki? Az, hogy sikeresen fogjátok élni ezt a szerelmet ma, higgyél benne, lesz egy happy end, az lesz a vége az egésznek, hát nagyon örülök neki, és a te kérésed már megérkezett, a te imád meg lesz hallgatva a mennyben. Remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és kívánok nektek gyönyörű, szép Valentin napot, élvezétek, ha egyéni kirakást szeretnétek, vagy egyéni fejlődés coachinggal, szívesen írjatok rám az elérhető lehetőségeket, megtaláljátok a videó leírás alatt. Köszönöm nektek, holnap lesz élő, és holnap este sok szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok!